szeretettel köszöntöm a Magyar Hírlap szerkesztőségében Kiszeli Zoltán, a századvég politikai elemzések központjának igazgatóját, akivel természetesen a hazai belpolitikai élet lesz az első számú témánk, ami úgy tűnik, hogy kezd megélénkülni, egymás után tartották a valamilyen formátumú évértékelőket, hiszen a Momentum évértékelője az úgymond egy jövőértékelő volt, ezt a címet kapta, tehát a januári csend után mi az, ami most így februárban megindította ezt a politikai életet, netán mindenki megpróbálta megelőzni Orbán Viktort az évértékelővel? Igen, ugye, február 20-án indul a parlament, a miniszterelnök azelőtt tartja hagyományosan az évértékelőjét, ugye 1999-ben ő hozta be Magyarországra ezt a politikai intézményt, amit az USA alkotmánya egyébként előír az amerikai elnököknek, és az USA-ból érkezett ez meg. Európába. azóta már Ursula von der Leyen is tart az unió helyzetéről szóló évértékelőt. Tehát igen, tehát a február 20-ai parlamenti évkezdés előtt a különböző pártok pozícionálják magukat, elmondják, hogy Szerintük mi az, ami fontos Magyarországon és Magyarországgal kapcsolatban. És igen, az évértékelő műfaj, ez miután Orbán Viktor honosította meg Magyarországon, a többi pártelnök is meg akarja mutatni, hogy kommunikációs téren, idézőjelben fontosságban ő is legalább annyira ott van, mint ahogy a miniszterelnök. A két beszéd nagyon el eltérő volt, hiszen a momentumnál, tulajdonképpen több lépcsősen felvezették Donát Annát, akinek a visszatérését várják alapvetően. Ő viszont a demokratikus koalíciót bírálta, míg másnap Gyurcsán Ferenc alapvetően arra épített, hogy aki nincs a demokratikus koalícióval, az a Fidesz támogatja. Tehát mintha egymásnak üzengetnének az ellenzéki pártok. Hát a helyzet nem változott. Tehát a szivárványkoalíció koalíció tavaly áprilisban megbukott, hiába. Tolták össze a globalisták a különböző pártokat, vagy ahogy Márkizai Péter mondta, hiába képviselték külön a fasiztákat és a kommunistákat, nem jött össze. És igazából a helyzet nem változott. A DK továbbra is egy hosszú távú szó komótosságával valósítja meg a politikai tankönyvek leckét. Tehát a DK halad fejezetről fejezetre. Dobrev klárát kiemelték a kommunikációs térben azáltal, hogy egy árnyékkormányt hoztak létre, és ennek a fejévé Dobrev klárát tették. Ezzel őt kiemelték az ellenzéki politikusok tömegéből. Hogy valami olyasmit írhatnak a neve alá, az EP képviselőn túl, ami őt érdekessé teszi vagy kiemeli. A többi párt nem élt ilyen lehetőséggel, ők nem hoztak létre sem árnyékkormányt. Tavaly írtam a Magyar hírlapban erről egy cikket, hogy hol van a többi árnyékkormány, hogy a többi ellenzéki párt nem tud kiállítani 15-20 olyan embert, akiről elhinnék ők vagy saját maguk, vagy a társadalom, hogy tudnák irányítani Magyarországot, hogy kormányképesek. A többi párt nem élt ezzel a kommunikációs politikai eszközzel. Tehát a DK csinálja a leckét, hogy azóta hetente igazolnak át egy-egy más pártból érkező politikust, és ezt csinálják. Ugye erre jöttek a válaszok. Tehát erre keresett a többi párt válasz, hogy a DK kannibalizálja a baloldali térfelet, és ezáltal a Gyurcsány egy okos mondatot valósít meg, a legnagyobbá válni, ez sikerült neki 2021 őszén az előválasztáson, hogy a jobbikkal háttéralkut kötött, olyan körzeteket szerzett a DK-nak, amelyek inkább nyerhetőek, így lett a DK-nak ez a 28 mandátum a legnagyobb rész az ellenzéki tortából, és most a legnagyobbnak maradni politikát folytatja. A legnagyobbá válni megvan, a legnagyobb maradni. Tehát ez a DK politikája. Az összes többi ehhez méri önmagát. És itt látjuk a különböző kísérleteket, amiket pontozhatunk. Hát nagyon alacsony pontszámot kapnak ezek a produkciók. Ugye Donát Anna, ő most visszatért, szerintem túl korán, bőven ráért volna idén nyáron vagy nyár végén visszajönni, azonban addigra a pártja elfogyott volna, ezért reaktiválták őt. A kommunikációs felvezetés az szerintem jól sikerült, ahogy Gyurcsány tavaly nyáron a készülünk szóval tartotta izgalomban az uborka szezon idején a Facebook követőit, úgy most az Momentumos plakátkampány volt hivatott ezt a felvezetést szolgálni. És hát Donát Annának két dologra kellett volna válaszolnia. Az egyik, hogy milyen pozícióban tér vissza. Erre nem kaptunk választ, tehát nem lett sem a párt elnöke, hiszen már van elnök, nem, lett, nem hoztak létre új testületet, tehát a kommunikációs térben sem emelték ki Donát Annát, és hát őt ugye mondta, hogy ő nem akar messiás lenni, mégis messiásként tekintenek rá. Tehát ez az első téma nem sikerült, hogy kiemeljék őt a kommunikációs térből. Marad Donát Anna, a, 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 akivel szemben reményeket fogalmaznak meg. A második kérdés, ami szerintem fontos volt, hogy kire fog lőni. Hiszen a DK a posztkommunista baloldalt képviseli, ugye a gyurcsány érdek, apró érdekkört, és velük szemben fogalmazódik meg az ellenzékváltó pólus. És a Donát Anna is ennek az ellenzékváltó pólusnak a vezetésére kellett volna, hogy bejelentkezzen, ezt nem tette meg. Ahogy az MSP és Kunhalmi Ágnes az MSP-nek az évnyitóján, úgy Donát Anna sem kritizálta élesen a DK-t. Azt látjuk, hogy az ellenzékváltó póluson meg kell küzdenie Karácsony Gergelynek, Márki Péternek és Donátannának. Donátanna nagyon harmadgyengén lépett föl, tehát nem úgy tűnik, mint aki ezt a pólus vezetni akarja. Karácsony Gergely főpolgármesterként helyzeti előnyből indul, tehát ő neki eleve előnye van, ezt láttuk az előválasztáson is, hogy jól fordult. Na, -na azért Karácsony Gergelyt már egyszer elütötte a villamos. Igen, mert a Momentum a riválisa mögé állt, és ezzel az a veszély fenyegetett 21 őszén, hogy az ellenzékváltó szavazatok, a Gyurcsány klán ellenes szavazatok megoszlanak, és nevető harmadikként Dobrev Klára befut és ő ezt belátta, ezért inkább visszalépett márkizai Péter javára. És az Annak ellenzé... ellenére, ugye, hogy ő mondta, hogy csak akkor lép vissza, Helüti, a villamos. Igen, ez matematika. Tehát, hogyha megosztanak az ellenzékváltó szavazatok, akkor nyilván a Dobrev Klára nyert volna, és akkor inkább ő most tette egy gesztust, hogy hát később. Ez nyilván politikailag nem jó, mert akkor később mindig lehet, ha egyszer visszaléptél, lép vissza most is. Tehát azért ez nem mindig jó. Ez a... ő ezt úgy adta el, hogy neki nem a hatalom kell, de ezt így is lehet értelmezni. Na, tehát azt látjuk az ellenzékváltó póluson pattog most a labda, ugye Donát Anna nem tudta ezt kihasználni, Karácsony Gergely fedésben marad, és próbál városházi botrányok, láncít botrány árnyékából nem előtűnni, hogy nehogy feltűnés keltsen, és hát Márkizai Péter tér felén pattog a labda, aki szintén gyenge, hiába alapította meg a hetedik pártot a baloldalon, ugye még az a kilenc másik ember sem meri felvállalni a pártagságát, aki a pártalapításhoz szükséges, hatházi Ákos is nemet mondott neki, ugye Péter mozgását úgy értjük meg, aki, aki évértékelőre készül, hogy őt külföldről támogatják, hogy a dollárok is hozzágurultak, és Donald Tusk is neki kampányolt tavaly március 15-én. Magyarul neki az lenne a feladata, bár hát látjuk a szerény kivitelezést, hogy egy magyar olyan EPP pártot hozzon létre, ami a kdmp vel szemben egy globalista EPP párt. Tehát ez lenne az ő feladata. Hát látjuk, hogy nem igazán működik ez a, ez a párt. A momentum elszállt, amikor 21. október 23-án este nem követelte a hetedik frakciót, nem tudta kiharcolni a saját parlamenti jelenlétét. Nyilván a hat párt ebben őt megakadályozta, a Gyurcsány Ferenc hamar ki is rakta az elnökök szignálcsoportból. Ez, ez mutatja, hogy Zaj Péter nem fogja tudni, mai tudásunk szerint, ezt a feladatát teljesíteni. A Dobrev kárát említette mint az árnyék kormány vezetőjét, ugyanakkor az évértékelő Gyurcsán Ferenc tartotta, tehát nem az árnyék kormány vezetője. Mennyire ez az európai parlamentben is tapasztalható képmutatás ütközik itt is ki, hogy ugye nem Gyurcsán Ferenc az árnyék kormány miniszterelnöke, hanem Dobrev Klára, viszont az igazi útmutatást az Gyurcsán Ferenc tartja. Hát ugye formálisan Gyurcsány Ferenc a párt elnöke, Dobrev Klára elnökségi tag, az általuk létrehozott kommunikációs eszköz az árnyék kormány miniszterelnök, jelöltje talán. Hát ilyen szempontból az, hogy Gyurcsány Ferenc tartotta az évértékelőt, ez egyrészt hagyomány is, hiszen ő ezt már miniszterelnökként is tartotta. Ugye emlékszünk, amikor Megyesi Péter a baloldalon is meghonosította ezt a hagyományt, akkor direkt Orbán Viktor évértékelőjével szemben egy országértékelőt állítottak, hogy saját műfajt nyissanak. Ugye Anna most jövőértékelőt tartott, itt is próbálnak a szavakkal játszani, hogy valahogy különbözenek Orbán Viktortól, aki ezt már nagyon régóta és nagyon következetesen évértékelőként tartja. A Egyébként mondtam a legnagyobb legnagyobbá válni, ból a legnagyobb maradni pozíció van. Egyébként, aki még nem látta Gyurcsány Ferenc beszédét, elég, ha megnézik azt a két perces kis filmet, ami az elején lejátszásra került. Ez, ebbe a DK tavaszi fél év üzeneteit megfogalmazták. Egy, szerintük nincs üvegplafon. Ez azt, ezt nem mondták ki, de hogy nincs Gyurcsány ö, Szerintem van, és a Momentumnak is dolgozó 21 kutató központ pénteken pont azt hozta ki, hogy a Gyurcsány pár az egyik legnépszerűtlenebb magyar politikus. A század végszáma is azt mutatják, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára az árnyék kormány is inkább népszerűtlen, mint népszerű, tehát ebben egy egyetértés van a kutatók között. Azonban mégis azt látjuk, hogy, hogy az üvegplafont ők azt mondják, hogy áttörték, nincsen Gyurcsány handicap. Nyilván ezt kell mondaniuk, mert a híveik ezt akarják hallani, meg nem arról akarnak beszélni, ami visszahúzza őket, hanem próbálnak szabadulni a politikai balasztól. A második, amikor azt mondják, hogy az árnyék kormányjal ők az egyedüli kormányzó képes kormány képes baloldali alternatíva, ezzel nyilván a legnagyobbnak lenni, azt akarják valahogy alátámasztani, és ezekből következik a harmadik üzenetük, hogy van alternatíva. Tehát ez nagyon fontos, mert a Fidesz által kínált alternatívához képest a baloldal, ugye láttuk tavaly áprilisban a háborút, a szankciókat kínált, amiből a magyarok nem kértek, ebből jött össze a Fidesz mögött magas 3 milliós támogatottság, és ugye az alternatíva, amit kínálniuk kéne, ennek jobbnak kéne lenni, mint a Fidesz által kínált alternatíva, de önmagában az a szó, hogy van alternatíva, ez már véleményük szerint, vagy kommunikációs panelként kinyitja a versenyt, vagy, vagy nyitottá teszi a versenyt. Tehát ez önmagát beteljesítő kommunikációs fordulatok. Tehát ebben a kis kétperces filmben még Márkizai Péter tették felelőssé a buktáért, azt mondták, hogy a DK talpra állt az Márkizai Péter által tavaly áprilisban okozott vereségből. Tehát itt is nem Gyurcsány Ferencnek kellett kimondania, hanem kiszervezték a kis filmben Márkizai Péter kézését. Ezek ilyen profi kommunikációs fogások. De nagyjából, aki azt a kétperces filmet megnéz, megnézi, az már fogja tudni, miről fog a DK tavasszal beszélni. Igen, az ellenzéket nagyjából fő vonalakban legalábbis kitárgyaltuk. Az ellenzékű politikusok mindig könnyen beszélnek, hiszen a munkahelyek, a kenyérára nem azon múlik, hogy éppen hogyan dolgoznak ők. Viszont a kormány most tart éppen beszélgetésünk. Idején is elméletileg tart egy háromnapos kormányülést. Mit hozhat ez? Mivel járhat? Mi az oka annak, hogy egy háromnapos, szokatlanul hosszú kormányülést tartanak? Azért ennek is van hagyománya, most éppen sopronban van ez a kihelyezett ülés a Hűségvárosában de szokott lenni minden tavasz, minden ülésszak előtt egy frakció hétvége is, amikor szintén két napot általában együtt töltenek a politikusok, az egy párthoz, egy frakcióhoz tartozó politikusok, hogy, hogy kicsit egy ilyen elvonulva a világtól a lényegi kérdésekre fókuszálhassanak. Tehát most is igen, ugye mindig helyzet van, most különösen helyzet van, tehát a miniszterelnök akár a beszélgetésekben, vagy akár most az utóbbi időben nyilvánosságra került gondolat, azért leírta, hogy ő hogyan látja a helyzetet, hogy konfliktus van, az Unió a nyugat megy bele az ukrán háborúba, a fegyverszállításokkal, katonák kiképzésével, tehát inkább a konfliktus felé megyünk, az USA-Kína konfliktusról még nem is beszéltünk, ne is beszéljünk, mert szétfeszíteni a kereteket. De az a lényeg, hogy tehát Magyarországon ugye nyilván ami a legfontosabb, és ami a Fidesz szavazóbázisát érinti, hogy a gazdaság működését kell biztosítani. És azt látjuk, hogy az Unió nem utal pénzeket sem Lengyelországba, sem Magyarországra. Ezt nyilván nem is nagyon fogják megváltoztatni. Egyébként hát ez is nagyjából tudható, hogy Macron és Scholz január 30-án egy közös cikkben azt írták az Elizé szerződés 60. évfordulói alkalmából a német sajtóban, hogy át kéne térni a többségi szavazásra. És majd azt mondja, azt nem így mondták, nem, hogy akkor lesz pénz, ha áttérünk a többségi szavazásra a szankciók terén, a migráció terén, a, a az adópolitika terén, vagy a külpolitika terén, na akkor majd lesz pénz. És ez nem csak Magyarországra vonatkozik, mert a 800 milliárdos újjáépítési alapból nagyjából 25%-ot használtak fel, és ez ugyanúgy az olaszokat ugyanúgy fogják a pénz csepegtetésével, mint ahogy minket a pénz át nem utalásával. Tehát és Scholz kancellár azt mondja, hogy azt a pénzt, amit nem adnak oda a magyaroknak, lengyeleknek, abból kéne 400 milliárd eurót Európa újraiparosítására fordítani, hogy az USA-val versenyt tudjon tartani Európa, amit Biden elnök bejelentett inflációs csökkentő 400 milliárd dolláros csomagot, arra szeretnének egy 400 milliárd eurós csomagot, csak hát ezt nem új hitelből, hanem a magyaroknak, lengyeleknek, olaszoknak oda nem adott pénzből. Tehát ez egy vita az Unióban, ez azt mutatja, hogy egy, egy hamar nem számíthatunk uniós forrásokra, legalábbis, hogyha ezt a pessimista forgatókönyvet vesszük alapul, és hát nyilván látjuk, hogy a magyar kormány azért gondoskodik az ország működéséről, a nyugdíjak kifizetéséről, a családtámogatásról, és leginkább a munkahelyek védelméről, ezért vett fel a kormány hitelt a nemzetközi pénzpiacokon, hogy megelőlegezze az uniós projekteket, és tudja működtetni az országot. És hát ami a legfontosabb, ugye, hogy a külföldi beruházások érkezzenek. Autógyárak, akkumulátorgyárak, fegyvergyárak, más üzemek, pontosan azért, hogy azt a pénzt, amit nem kapunk meg Brüsszelből, a gazdaság növekedése által teremtsük meg, és ez sokkal fenntarthatóbb, hiszen sajnos fegyverre szükség lesz még több fegyverre, tehát a német fegyvergyárak, amelyek Magyarországra jönnek hosszú-hosszú ideig gyártatnak még fegyvereket, az autógyáraknál is ugyanez igaz, az elektromos autózás az egy 15-20 éves, 15-15 éves technológia lesz, egy átmeneti technológia, a németek eldöntötték, hogy az elektromos autó az, 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 csak egy átmeneti lesz, utána hidrogén meghajtást akarnak, el is készít, előkészítik ennek a bevezetését Európa szerte, de az a lényeg, hogy ameddig nem lesz hidrogénmeghajtás, addig az elektromos autókkal fogunk közlekedni minimum 2030-35 után betiltanák a hagyományos autókat, és akkor jönnének az elektromos autók, illetve fokozatosan a hibrid meghajtások. Tehát igazából Magyarország ezen a téren is jól áll, hiszen ez is egy olyan technológia, ami legalább 10-15 évig még biztos velünk lesz. Tehát ez is jó. Tehát a kormány ezeket a döntéseket kell, hogy meghozza, hogyan finanszírozható a gazdaság, milyen jövő beruházásokat lehet Magyarországra hozni, amelyek még több munkahelyet teremtenek, és plusz működtetik a gazdaságot, a befektetések, a beérkező pénzt stabilizálják a forintot is, és a forint árfolyam stabilizálják az infláció is kezelhető. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amiben politikai döntést kell hozni, és a kormány ezeket a döntéseket készíti elő, hogy majd a parlament a tavaszi ülésszakon ezeket megvitathassa, és hát dönthessenek a honatják és honanyák erről. Mennyire veszélyes ez a francia-német összefogása, végülis a Lisszaboni? Végül a Lisszaboni szerződést kéne módosítani, ami ugye csak úgy lehetséges, ha minden egyes tagállam megszavazza. Tehát ahhoz, hogy a vétó intézményét eltöröljék, az összes tagállamnak el kell ezt fogadni. Pillanatnyilag nem tűnik reálisnak, hiszen sem a lengyeleknek, sem a magyaroknak, adott esetben talán még az olaszoknak sem érteke ez. Lenne, lehet ennek hosszabb távon realitása, hogy megszűnjön ez a vétó intézmény? Nem kell ahhoz a szerződést módosítani. A mostani az unió működéséről szóló szerződésben van egy olyan passzus, hogyha az Európai Tanács, az állam és kormányfők tanácsa egyhangúan, tehát a magyar, lengyel, olasz szavazatokkal együtt úgy dönt, hogy bizonyos kérdésekben többségi szavazást enged, akkor a mostani szerződés mellett is egyhangú szavazással át lehet Na itt meg, hogy miért nem adják oda a pénzünket. Tehát, hogyha az olyan, mintha a nézők nem kapnák meg a nyugdíjukat vagy a fizetésüket, amiért megdolgoztak, mondván, hogy ha esetleg kapál egy a ház körül, akkor megkapja azt, ami jár neki. Tehát itt azért helyeznek minket nyomás alá, hogy megszavazzuk az áttérést a többségi szavazásra, és cserébe megkapnánk azt az 5,6 milliárd eurót, ami az újjáépítési csomagnak a visszanemtérítendő része, vagy azt a 9,6 milliárdot, ami a kedvezményes hitel, na akkor biztos megkapnánk, tehát nem a jogállamiságról van szó, meg nem a média helyzetéről, meg a homoszexuális gender ideológiáról, hanem arról van szó, hogy támogatjuk-e a többségi szavazást, vagy nem. Amikor Macron elnök ezt tavaly májusi beszédében felvetette, a nagy európai beszédében, akkor 13 ország ellenezte a többségi szavazásra való átérés, vagy a szerződés módosítását. Kicsi közepes országok, Magyarország nem volt köztük, de hát azt látjuk, hogy a mainstream média ellenőrzésével olyan nyomást tudnak kifejteni most Nyugat-Európában, hogy, hogy, rá tudják venni a kormányokat, nyilván nem mindenre és egyszerre, hanem fokozatosan, hogy eszünk meg egy elefántot falatról falatra, tehát nem a vétójog eltörése meg a migráció kérdés, hanem egy részletkérdésben, ha ezt elkezdik, akkor nyilván tudnák folytatni. Ezek tervek, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez lesz. A németek a koalíciós szerződésbe is beleírták, hogy át kell térni a többségi szavazásra. Most Macron elnök, mint a franciák ugye anyagilag nagyon nehéz helyzetben vannak, ugye nem hitelképesek, és az Európai Központi Bank tartja őket lélegeztetőgé az oroszok most paterolják ki a francia gyarmattartókat a közép-európai részről, és a franciák elveszítik azt a közép-európa-közép-afrikai frankövezetet, aminek a kiszipolyazásából például Franciaország több száz milliárd eurót tud évente realizálni, vagy kirakják őket az oroszok most Maliból, Burkina Fázóból, Nigerből, tudom is én honnan, a bányákból, az aranybányákból, a litiumbányákból, tehát Franciaország egy leszálló van már 200 éves, csak most ez felgyorsult, és az Európai Központi Bank finanszírozásával tudnák ezt Fent, amit a németek nem engednek, mert 27%-ban a németek finanszírozzák a központi bankot. Tehát ilyen szempontból a franciák hajlanának arra, mert ők azt gondolják, hogy Franciaország politikai vezetése mellett a németek pénzén valósulna meg ez a többségi szavazás. Tehát ők a botnak a jó végén látják magukat. Nyilván azok az a 13 egyéb tagország, amely ezt nem biztos lát, nem így látja, na azokra számíthatunk. Tehát ezek meccsek, ezek a meccsek, csak ugye itt az a probléma, hogy nekünk egyébként járó pénzeket tartanak vissza azért, hogy olyat szavazta mutassanak megvelünk, amit mi nem akarunk. És ehhez kell szövetségeseket keresni a magyar kormánynak az unión belül, hogy azok az országok, amelyek szintén ellenérdekeltek egy-egy kérdésben, egy olyan blokkoló kisebbséget vagy szövetséget építhessenek fel, amely megakadályoz ezeket a német és francia terveket. Tehát nyitott a játszma, ezt szeretném hangsúlyozni, csak hogy egy nagy játszmáról van szó, és hát itt látjuk, az unióban 150 milliárd eurót akarnak újabb nyersanyagvásárlási alapra, hogy az ukránok újjáépítése 750-től 1200 milliárd euróba kerülne, le kéne válni az orosz energiáról ez legalább 1000 milliárd euró, föl kéne fegyverezni Európát, ez legalább 2000 milliárd euró, és ezt mind közös hitelből akarnák felvenni, aminek a fedezésére közös bevételre is szükség van, már is jöhet a CO2 adó, a tranzakciós illeték, vagy más olyan az unió által beszedett bevételek, amik gyengítik a nemzetállamok hatalmát, a nyilván Magyarország ezt nem támogatja, ezt már Lengyelország vagy Olaszország sem, de erről szó ez a húz meg, erez meg meccs, és ennek vagyunk mi most olyan szinten alakítói, hogy Orbán Viktornak az európai víziói, az alter amit a migrációnál sikeresen állított a mainstream politikával szemben, most ugyanígy működik a békepolitika terén. Tehát az, hogy Magyarország a fegyverszünetet és a béketárgyalásokat szorgalmazza, mint a pápa, vagy, vagy Henry Kissinger, ez ugye azt is mutatja, hogy megint van alternatíva. És ez az alternatíva az, ami nagyon nem tetszik a globalistáknak, sem a washingtoni deep state-ben, sem a brüsszeli korrupciós mocsárban. Nagyon szépen köszönöm az értékelést. Most már felvetett annyi témát, amikre majd tavasszal, különösen annak tükrében, hogy ugye a magyar parlament várhatóan a bizottság kérésének megfelelően számos törvény megszavaz majd, ami alapján meg kellene kapjuk a pénzeket is. Tehát a tavaszi ülésszak végén gondolom, hogy újra Meghívhatjuk, és remélhetően akkor ezekre a témákra visszatérhetünk. Köszönöm a meghívást.